Most még állványok sorakoznak a bölcsődében, jövő nyáron viszont már gyerekek népesítik be az épületet. A kivitelező tartja az ütemtervet, a főfalak már állnak, a födém zsaruzása megtörtént, most vasalási munkálatok zajlanak. A nyilászárok már a vállalkozó telephelyén várják, hogy a helyükre kerülhessenek. A városvezetés, a kivitelező és más illetékes szakemberek rendszeresen tartanak helyszíni egyeztetést. Nagyon jó ütemben haladnak, elmondhatjuk, hogy ez egy jól előkészített, sikeres építkezés, ezt már most lehet látni. Nagyon szűk a határidő, tehát ugye jövő tavasz végére már kész kell lenniük, és jövő nyáron már át is kell adni a bölcsödét, de azt látjuk, hogy tartják a határidőt, és tulajdonképpen erre egy ilyen ellenőrzésre jöttünk mi is. Természetesen a hivatalos műszaki bejárás is folyik, ahol a önkormányzat részéről a szakemberek ellenőrzik a építési folyamatot. Manninger Jenő polgármester hozzátette, lakossági igények után határozta el a városvezetés, hogy bölcsödét épít az egykori óvoda udvarában. 420 millió forintos pályázati támogatást nyert Keszthely a projektre. A 28 férőhelyes nevelési intézményben természetközeli, élhető tereket alakítanak ki. A Schwarz-Dávid utca felől parkolókat létesítenek, de fedett kerékpár és babakocsi tároló is lesz. A beruházás része az udvar, a külső környezet rendezése is.